Köszönöm kedves nézőinket, önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Stúdiónk mai vendége Bordács László, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves televízió nézőket is. A mai műsorunkban az adventi időszak kapja majd a főszerepet. Nagy múltja van a rendezvénynek itt Mezőtúron. Mit tudhatunk az adventi programok hagyományáról? Ez az év is nagyon gyorsan elrepült. Nagyon sok számos színvonalas, nívós rendezvénynek voltunk mi magunk a főszervezői, vagy adtunk ezeknek helyet, legyen az sportprogram, művelődési program, vagy akár egy színvonalas kiállítás. Hát a év végén viszont még mindig nem hagyjuk pihenni a kedves városlakókat, mindazokat, akik előszeretettel látogatnak el hozzánk, vesznek részt a programjainkon. Azokat a programokat, amelyeket decemberre ajánlunk, a már általad is említett adventi programfüzetbe jelentettük meg, mint egy csokorba szedve, és így ajánlva a kedves lakosságnak. Magáról az adventi programsorozatról, illetve annak a múltjáról annyit kell tudni, hogy 2011-ben került első ízben megrendezésre a négy adventi vasárnapon különböző kulturális programok, és a kulturális programok mellett úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha lennének olyan személyek is, akik az adventi gondolatkörrel, ünnepi gondolatkörrel kapcsolatos hát emlékeiket, vagy csak a gondolataikat megosztanák a nagy közönséggel. Tudom, hogy ez nehéz dolog is, hiszen ilyenkor nem csak tehát az emlékezők részéről több megközelítés is van. Van, aki verset mond, van, aki gyerekkori emlékeket mesél el. Vannak olyanok, akik pedig a mostani családi karácsonyi életüket mondják el, hogy hogy is telik valakinél egy karácsony, vagy maga az adventi várakozási időszak. Úgyhogy én ezt mindenképpen szeretném megköszönni elsősorban mindazoknak, akik már eddig megosztották velünk a gondolataikat, és köszönöm azoknak is, akik majd az előttünk álló négy hétvégén is elmondják a ünneppel kapcsolatos gondolataikat, érzelmeiket. Maga a program ugye visszatérve arról, hogy honnan is indult, 2011-ben a Magyarok Szövetségének a mezőtúri szervezete vetette fel, hogy ők Törökszent Miklóson láttak egy ilyen programsorozatot, hogy minden vasárnap volt valami, és illetve az adventi gyertyagyújtások kapcsán, és mi lenne akkor, hogyha itt ezt Mezőtúron is megrendeznénk. Mi örültünk ennek a kezdeményezésnek, és hát ugye maga az infrastruktúrális háttér, utána pedig már az évek folyamán a programra történő felkérés, a beszédmondóknak, az emlékezőknek is a felkérése, az a Közösségi Ház, illetve a Közművelődési és Sport Kft. Feladata lett. Most a legelső adventi hétvégénél, hát már most egészen közel jött, hiszen már most itt november végén már az első adventi vasárnappal nyitjuk is a programsorozatot. Az első hagyományosan a Városháza dísztermében kerül majd megrendezésre. Ennek az időpontja november 27-e. Az, aki az emlékező gondolatokat mondja, az dr. Csellás Zsuzsanna, a Városi Kórház főigazgatója, valamint ebben az évben Mezőtúrváros önkormányzata által átadott díjat, Mezőtúrváros szolgálatáért díjat vehette át, és az emlékező gondolatok mellett természetesen most is lesz kulturális műsor, amelyet a Bárdos Lajos Művészeti Iskola növendékei fognak előadni. Tehát ismétlem, ez az első program a Városháza dísztermében kerül majd megrendezésre, és hát ő, mint az elmúlt években is, egy nagyon szép és színvonalas programmal, illetve egy hát ő adventi időszak indító rendezvényel várjuk majd a látogatókat. Majd a Városháza dísztermében zajló programok után a Városháza díszkivilágítását fogja majd Herceg Zsolt polgármester úr felkapcsolni, és innestől kezdve mind a Városháza, mind pedig azt körül ölelő tér majd ünnepi díszkivilágításban várja mindazokat, akik kilátogatnak oda. A november 27-i vasárnapot követően még háromszor várják majd a lakosokat, és háromszor gyújtják meg a gyertyát az adventi koszorún, és itt a programok már a Közösségi Házban lesznek. Ez is hagyományosnak mondható. Mire számíthatunk ezeken a hétvégéken? Így van, hiszen négy adventi vasárnap van, négy adventi gyertyát kell meggyújtani.
még majd a Szentestéhez, illetve Karácsonyhoz érünk. A másik három hétvége így van, a december 4, 11, illetve 18-i vasárnapokon a közösségi ház nagytermébe várjuk majd a hozzánk látogatókat. Hát mindezekről, mind a programok, mind az emlékezők tekintetében ez a nagyon idén is nagyon színvonalasan, nagyon szépen mind grafikailag, mind nyomdailag elkészített adventi programfüzet lesz majd az, amely bővebben ezeket taglalni fogja. Én azért néhány szóba azért elmondanám. Az első alkalommal, december 4-én Fülöp Mónika evangélikus lelkész ünnepi gondolatait hallgathatjuk meg, és a Mezőtúron is már többször fellépett Líria társulat műsorát hallhatjuk majd. A következő, illetve itt még azért fontos elmondani azt is, hogy gyertyagyújtás is történik, hiszen a második gyertya kerül meggyújtásra, amelyet majd Batta Attila Viktor, alpolgármester úr fog meggyújtani. A harmadik hétvége december 11-e, itt az adventi koszorúna gyertyát dr. Enyedi Mihály jegyző úr fogja meggyújtani, emlékező gondolatokat fog mondani Szabó András, a Budoki Fodorhely Történeti Egyesület elnöke, valamint ez évben ő is Mezőtúrváros szolgálatáért kitüntető címet vehette át október 23-án. És itt pedig a műsort, az pedig a Dalvarázs együttes fogja majd biztosítani. A negyedik hétvégén az adventi gyertyánál az utolsó koszorúnál az utolsó gyertyát dr. Farkasinszky Fanni aljegyzőasszony gyújtja meg, emlékező gondolatokat fog majd mondani Kisné Mikes Éva, nyugalmazott tanárnő, és az ünnepi műsorról a negyedik hétvégén ott pedig a Pálkai Petra és zenekara fogja majd biztosítani. Tehát mind a négy hétvége úgy gondolom, hogy mind az emlékezők tekintetében, mind pedig a műsor tekintetében egy nagyon jó, kellemes, hangulatú, kulturális program lesz majd, úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy jöjjön el ezekre a rendezvényekre. Az adventi időszakban az is hagyomány, hogy a gyermekeknek is kedveskednek programmal. Idén mi lesz ez a program, és mikor lesz pontosan? Minden évben célunk volt az, hogy legyen egy olyan gyermekműsor, amely a Mikulás ajándéka, tehát belépő díjat nem kell majd rá fizetni, és arra való tekintettel, hogy mivel hogy ezeken a programokon nagyon nagy az érdeklődés, tehát a gyerekek részéről itt tulajdonképpen a városi általános iskolák, az egyházi iskolák és ugyanúgy az óvodák diákjai, illetve növendékei is részt fognak venni. Ennek az időpontja az december 5-e lesz, ez hétfő, délelőtt 10 óra, és a Városi Oktatási Centrum, tehát a Volt Főiskola sportcsarnokában kerül majd ez a program megrendezésre, délelőtt 10 órakor. Ez mindig egy nagyon nagy sikerű program szokott lenni, hiszen az a sok gyerek, aki ilyenkor ott megjelenik a sportcsarnokba, úgy gondolom, hogy nagyon jól szórakoznak, egyrészt, másrészt pedig azért nagyon jó látvány az, hogy tudjuk azt, hogy Mezőtúron mennyi fiatal van. Említetted a programfüzetet, amelyet én is a kezemben tarthatok. Ez is hagyomány, hogy ezt minden évben elkészítitek, és ebben nem csak az elhangzott programok szerepelnek, hanem egyéb más adventi programok is. Igen, így van. Első alkalommal úgy gondoltuk, hogy ne csak azok a programok legyenek benne ebbe a programfüzetbe, amelyeket a Közművelődési Kft. Szervez, tehát a kiállítások, a sportprogramok, illetve a közművelődési programok, hanem szerettük volna azt is, hogyha meg tudnánk szólítani a programfüzeten keresztül a városban működő oktatási nevelési intézményeket, illetve mindazon civil szervezeteket, akik az adventi időszakban valamilyen programmal kedveskednek városunk lakosságának. Na most legnagyobb örömünkre ez évről évre sikerül, és az adventi programfüzetben csokorba gyűjtve tudjuk ezeket a programokat kínálni. Nagyon örülünk annak is, és köszönjük, hogy azok, akik a programjaikat kérik megjelentetni, hogy ezeket ebbe a programajánlóba meg tudjuk egyrészt jelentetni, másrészt pedig, ahogy már az előbb is mondtam, városunk lakosságát az ünnepi időszakban is tudják invitálni, nem csak a közösségi házba, hanem más városi helyszínekre is. Hogyha a lakosok érdeklődnek a programok iránt, hogyan juthatnak hozzá ez a programfüzethez? Több csatornáját is választottuk a hírelésnek. Az első maga az adventi programfüzet, amelyet így ugye fizikai formájában lehet kézbe venni.
Ezen kívül természetesen mi is használjuk a elektronikus csatornákat, a Mezőtúri Városi Televízió oldalain lehet megtekinteni a programajánlót, valamint internetes felületeinken, az mkskft.hu oldalon, a mezőtúr.hu oldalon, illetve a Közösségi Ház Facebook oldalán. És természetesen emellett a Mezőtúr és vidékében is két hetenként számot adunk arról, illetve invitáljuk a kedves látogatókat az éppen aktuális programokra. Azt is elmondhatjuk, hogy több plakát is megjelent, és több plakáttal is találkozhatnak a programokkal kapcsolatban a lakosok itt Mezőtúron. Igen, így van, plakátokra is, a főbb programokat plakátokon is meghíreltük, de úgy gondolom, hogy maga az adventi programfüzet, ez 3000 példányban készült el, tehát elméletileg hát nem úgy kerül kiszórásra, hogy postaládákba tesszük be, hanem a városban működő iskolákba, óvodákba, közintézményekbe helyezzük el ezt a programajánlót, és ott juthatnak hozzá a kedves lakosság, valamint a Közösségi Ház portáján, illetve a Városi Sportcentrumban, Fazekas Múzeumban, tehát ezekre a helyekre is kihelyeztük, hogy minél többen elérjék. És hát a lényege az ennek az, hogy ne az utolsó pillanatban jusson el lehetőleg valakihez ez a programfüzet, hiszen időrendileg haladva maga az első program nem is az első adventi gyertyagyújtás, hanem tulajdonképpen egy véradásra invitáló rész az, amivel megnyitjuk, amivel kezdjük a programfüzetet. Az adventi programsorozatnak, mint minden rendezvénynek, vannak támogatói is, kik ők? A fő támogatója a programfüzet megjelenésének az Mezőtúrváros önkormányzata, valamint azokat a támogatókat emeltük ki itt a programfüzetben, akik egész évben segítették a mi munkánkat. Hát ugye mind a közművelődési, mind a sport, mind pedig a múzeumi tevékenységünk során, amikor egy-egy programra készülünk, akkor tehát nem csak mi vagyunk azok, akik magát a programot fizikai szinten meg tudják valósítani, hanem azért vannak olyanok is, akik a rendezvény fizikai kiszolgálásába vesznek részt. Emellett természetesen vannak olyanok is, akik valamilyen olyan programmal csatlakoznak egy fő programhoz, például egy május 1-jéhez, vagy gyereknaphoz, vagy a túri vásárhoz, ahol különböző klubok, civil szervezetek mutatkoznak be. Őket is megjelentettük. Még a magánszemélyeknek is megköszönjük a segítséget a programajánló végén, viszont itt most annyi változás van, hogy nem írtunk ki mindenkit név szerint, hiszen nem szeretnénk azt, hogyha valaki ebből kimaradna, ezért hát így összességében köszönjük meg mindazoknak, akik segítették egész évben a munkánkat. Köszönjük szépen a beszélgetést, és még egyszer köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Sok sikert kívánunk az adventi programokhoz. Köszönjük szépen, és köszönöm a munkatársaim nevében is a megkeresést. Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Szép napot kívánok továbbra is önöknek. Viszontlátásra!